Köszöntöm nézőinket, önök a Tornatáj televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Hétértékelő, kijárási korlátozások, egészségügyi fejlesztések, csomag a rászorulóknak Szekszárdon. Segítenek az időseknek, közel 30 önkéntes dolgozik már a Tolnai megye székhelyen. Védekezés, Bátaszéken fertőtlenítik a legforgalmasabb területeket. Házi karanténból adott interjút, jól viseli a kötelező bezártságot egy szekszárdi férfi. Kijárási korlátozás lép érvénybe szombattól az ország egész területén a koronavírus terjedése miatt. Ennek értelmében két héten keresztül április 11-éig a lakóhelyet csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni. A 65 évnél idősebbek csak reggel 9 és dél között vásárolhatnak. Rajtuk kívül ebben az időszakban más nem is tartózkodhat a boltokban. Vendéglátó egységekben folytatódhat az elvitelre történő kiszolgálás, az alapos indokok között pedig a bevásárlás és munkavégzés mellett szerepel még a fodrásszolgáltatás igénybevétele, a házi állatok ellátásával kapcsolatos tevékenységek, mint például a kutyasétáltatás, és másfél méteres távolságot betartva egyéni szabadidős tevékenységet is lehet végezni, vagyis sétálni, elmenni, futni. A szabályok megszegése esetén pénzbírság a büntetés, aminek a mértéke 5000 és 500 ezer forint között lehet. A termelői árusítás engedélyezett Szekszárd különböző pontjain, mondta Ács Rezső, a város polgármestere pénteki hétértékelő sajtótájékoztatóján. A március 28-ától életbe lépő kijárási korlátozás kapcsán az önkormányzat dolgozói is hivatalos igazolással végezhetik munkájukat. Ez a formanyomtatvány már elkészült, folytatódnak az egészségügyi beruházások is, és 10.000 forint értékű csomagokat osztanak ki 1.000 helyi rászorulónak, ezzel is segítve a jelenlegi koronavírus és járványügyi helyzet lassítását. El kellett döntenem azt, hogy meglépem, a törvény biztosította a lehetőséget, és lesz költségvetése a városnak. Saját kezébe vette az irányítást, többek között ilyen kritika érte Ács Rezső polgármestert, amikor kihirdették a veszélyhelyzetet. Hétértékelőjén ezzel kapcsolatban elmondta, csak olyan döntések születtek, melyek a veszélyhelyzet elhárítását szolgálták. A költségvetés mielőbbi elfogadására azért volt szükség, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzetben gyorsan reagálva át tudjanak csoportosítani összegeket a koronavírus terjedésének lassítására. És ebben a helyzetben nem tudjuk előre, hogy szükség lesz-e pályázatra, nem egy tulajdonképpen ennek a lehetőséget kellett megteremteni, de ugyanezt a célt szolgálta, ezt a módosítása, hiszen arról hogy szükség, hogy minél hatékonyabban tudjuk működtetni a várost és magát a polgármesteri hivatalt is. Semmi olyan döntés nem hozta meg, amely mondjuk a veszélyhelyzeten túlmutatna. Önkormányzati cégek vezetői maradtak a helyükön, FB-tagok maradtak a helyükön, képviselőknek a fizetése nem csökkent egy fillére esett. A polgármesteri kabinetben pedig egyfőt vettek fel, aki szervezi a vírushelyzet kapcsán felmerülő teendőket. Aki teheti, maradjon otthon, hívta fel újra a lakosság figyelmét Ács Rezső polgármester. Eddig 200 gyerek kapott meleg ételt, a tervek szerint ez bővül a rászoruló szülők körével. Továbbá 30 önkéntessel kötött szerződést az önkormányzat, akik majd az ételkiszállításban fognak segíteni a megyeközponton belül. Eddig 100 idős vette igénybe ezt a szolgáltatást. A polgármester felhívta a figyelmet, hogy az idősebb korosztály tagjaival először telefonon veszik fel a kapcsolatot. Ez azért is fontos, mert a csalók már hamisítják az igazolványokat, ezért az idősek csak ezen valós segítőket fogadják. Továbbá 10.000 forint értékű csomagokat osztanak ki, 1.000 helyi rászorulónak. A város több lépcsőházánál tájékoztató plakátokat helyeznek el, ezzel is értesítve a lakosokat, hogy a jelenlegi helyzetben mit kell tenni. De folytatódnak az egészségügyi beruházások is, mivel ezek többségét 2022-ig el kell számolni. Függetlenül a helyzettől a városnak működnie és fejlődnie kell, mondta Ács Rezső, mivel úgy látja, az utóbbi hónapokban leálltak az elmúlt években előkészített beruházások. 2020 a pénzügyi ciklus utolsó éve, és körülbelül 2 év lesz arra, hogy elszámoljunk ezekkel a projektekkel, illetve jelenlegi helyzetben nem tudjuk, hogy az Európai Unió mondjuk a védekezésre, vírus elleni védekezésre mekkora összeget fog majd elkülöníteni, lehet, hogy érinteni fogja mit okos forrásainkat. Nincs idő arra, hogy itt várakozunk és gondolkodjunk az, hogy mit, merre, hogyan csináljunk, új helyszíneket keresünk. Meg kell hozni a döntéseket, elkérinteni a beruházásokat, és ezeket a lehetőség szerint a legkorábban be is kell fejezni.
A termelői árusítás engedélyezett Szekszárd különböző pontjain, mondta Ásezső. A piac bezárt, de az árusoknak továbbra is lehetőségük van termékeik értékesítésére. Az ehhez szükséges engedélyek kiadása már folyamatban van, és városképi szempontokat sem fognak vizsgálni, tájékoztatott Ásezső. Továbbá gyűjtést szerveznek a távoktatásban résztvevő, rászoruló gyerekek részére. Ehhez elsődlegesen cégek felajánlását várják, akik akár használt laptopokat tudnak adni a diákok oktatásához. De azok segítségét is szívesen fogadják, akik meg tudják javítani, működőképessé tudják tenni a már leselejtezett gépeket. Ezzel sok diák távoktatását segítenék. Közel 30 önkéntes dolgozik Szekszárdon jelenleg a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe kerülő idősek segítését célzó rendszerben. Ha kell, bevásárolnak, gyógyszereket váltanak ki, vagy éppen kutyát sétáltatnak a leginkább veszélyeztetett korosztálynak. Az önfeláldozó fiatalok azt mondják, semmihez nem fogható az az érzés, amikor könnyes szemmel átveszik tőlük az élelmiszert a négy fal közé kényszerített idősek. Érkeznek a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ önkéntesei a segítségüket kérő egyik idős asszonyhoz a neki bevásárolt élelmiszerrel. Élesztő nem volt, jó? Ezt nem tudunk adni. Többek között tejet, kenyeret, cukrot, tojást, tejfölt vásároltak az idős asszonynak, aki ezekből buktát készül sütni. Ezt is azért teszi, hogy a kenyér minél később fogjon el. Taksonyi Istvánné telefonon adta le a bevásárló listát az önkéntes dolgozóknak. Az egyedül élő, egyébként egészséges, 79 éves asszony családtagjai nem tudnak neki segíteni, ezért fordult a Humán Szolgáltató Központhoz. A koronavírus járvány idején ugyanis nem mozdulhat ki a négy fal közül, nehogy elkapja a betegséget. Azt mondja, nehezen éli meg, hogy hetek óta nem mozdult ki a lakásból, de talált magának hasznos elfoglaltságot. Feltalálom magamat. Miket csinálom? Na, a maszkokat varok. Ez igen. És akkor a szánom az ismerősöknek, gyerekeimnek. Ez egy hasznos elfoglaltság. Hát hasznos elfoglaltság, igen, és úgy érzem, hogy akinek ismerősöm van, és amíg anyagom van, addig csinálom. Taksonyi Istvánnénak hetente kétszer vásárolnak be a központ önkéntesei, akik egyébként feladat nélkül maradt egyetemisták, egykori diáktársak. A 20 éves gyógytornásznak tanuló Posta Soma számára egyértelmű volt, hogy önkéntesként segít a rászorulóknak. Nem fél a járványtól, és azt mondja, minden óvintézkedést megtesz. Azért jelentkeztem, mert alapvetően úgy gondolom, hogy hát egy ilyen fiatal embernek, mint én vagyok, kötelessége, hogy az időseket segítsük, azokat, akik rászorulnak. Az önkéntesek, ha kell, bevásárolnak, gyógyszereket váltanak ki, csekket fizetnek be, vagy éppen kutyát sétáltatnak a leginkább veszélyeztetett korosztálynak. És hamarosan meleg ételt is kivisznek azoknak az időseknek, akik másként nem tudják megoldani az étkezést. Az építésznek tanuló 22 éves Rottenbacher Dalma úgy fogalmazott, örül, hogy segíthet, és semmihez nem fogható az az érzés, amikor könnyes szemmel veszik át tőle az élelmiszert a négy fal közé kényszerített idősek. Nagyon kedvesek. Nagyon sokszor meghatódnak, amikor megyünk vissza, és hogy segítettünk nekik, nagyon-nagyon szoktak neki örülni. És te hogy érzed magad közben? Nagyon jó érzés. Szekszárdon már közel 30 önkéntes dolgozik a Humán Szolgáltató Központ irányításával. Fertőtlenítik Bátaszék legforgalmasabb területeit, a munkálatok érintik a buszmegállókat, orvosi rendelőket és a gyógyszertárak bejáratait is. A tervek szerint mostantól hetente két alkalommal szórják majd ki a védőanyagot. Buszmegállók, közteri padok, szeméttárolók és az intézmények környéke kapott ebből a klóros fürdőből. Bátaszéken ezzel is próbálják visszaszorítani a járvány veszélyét. Egy 3 millió forintos keretet hoztunk létre, ami a védekezéshez kapcsolódó és a veszélyhelyzet elhárításához kapcsolódó költségeket próbáljuk ebből majd kezelni. Ezzel kapcsolatban már történtek is intézkedések, védőfelszereléseket, maszkokat, fertőtlenítőszereket vásároltunk, amelyek a mai nap folyamán már meg is fognak érkezni. A mai nap megkezdtük többek között a közterületen a fertőtlenítő munkálatokat. A Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályával egyeztettünk a felhasználható anyagokkal kapcsolatban, és az ő ajánlásaik alapján választottunk fertőtlenítő anyagot, amelyek ugye nem károsak amúgy az egészségre, de megfelelő hatással bírnak majd. Az időjárás javulására vártak a lépés bevezetésével, és a tervek szerint ezután rendszeresen megtörténik majd a fertőtlenítés. Azt gondoljuk, hogy ezzel
hozzá tudunk olyan szinten járulni ezekhez a úgymond közterület tisztántartási feladatok végrehajtásához, amelyek elégségesek lesznek, ameddig ugye nem kapunk további instrukciót, illetve nem születnek meg szakmai ajánlások vagy előírások ezzel kapcsolatban. A következő beavatkozásra 2 nap múlva kerül majd sor. Egy házi karanténban lévő férfi mondta el híradónknak, hogyan zajlik a kötelező járványügyi megfigyelés. 2 hetes házi karanténba azoknak kell vonulniuk, akik külföldről jöttek haza az elmúlt napokban. Rájuk nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, amiknek a betartását a rendőrök minden nap ellenőrzik. Így néz ki a papír, amit a házi karanténra kötelezetteknek az utcáról is jól látható helyre kell kitenniük. Akik az elmúlt időszakban külföldről jöttek haza, azoknak kötelező 2 hetes hatósági karanténba vonulni. A szekszárdi kislászló napok óta nem hagyhatja el a lakását, Ausztriában dolgozik, onnan jött haza. Már a határon házi karanténra kötelezték. Úgy történt a határon, hogy kérállítottak, hogy frissíti ellenőrzés, megnyerték a házunkat, kitöltöttek egy űrlapot, ami rajta volt körünkkel, stb. Tolókpályás ilyesmi. És akkor a házi karanténra nagyon szigorú szabályok vonatkoznak. A megfigyelésre kötelezett nem hagyhatja el a lakását, élelmiszert csak a hozzátartozói vihetnek neki, a szemetet pedig dupla zsákban kell kitennie az ajtója elé. Emellett köteles az orvosával folyamatosan egyeztetni az állapotáról, a rendőrök pedig minden nap ellenőrzik is, hogy valóban otthon van-e. A rendőr, hát majd fogom, hogy őri tartom, mert ugye a számban tudják. És akkor fölszintel lakom, és akkor kivegyek az eltére. Ennyi a történet, megkérdezik egyébként, hogy rendesek, megkérdezik, hogy jól vagyok-e, harcsítségem valamire. Az, aki megszegi a házi karantén szabályait és elhagyja az otthonát, akár 90 nap elzárásra is büntethető. A szekszárdi kislászlónak egyébként nincsenek tünetei, és ha ez így is marad, néhány napon belül már elhagyhatja az otthonát, például bevásárolni. Nem történik koronavírus szűrés a véradás előtt, ám fontos tudni, hogy a betegség vérátömlesztéssel nem adható tovább, nyilatkozta televíziónknak Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese. A szakember kiemelte, a szolgálatnál is különböző óvintézkedésekről döntöttek a biztonságos véradás érdekében, hogy a donorok ne fertőződjenek meg, és ők se betegítsenek meg mást. A véradók egyébként a szombaton életbe lépő kijárási tilalom alól mentesülnek. Alaposan kikérdezik a donornak készült ezen a néhány héttel ezelőtt készült felvételen az Országos Vérellátó Szolgálat szekszárdi munkatársai. Már akkor is szigorúbb szabályokat betartva dolgoztak a véradás helyszínén, ami az elmúlt héten tovább szigorodott. Már a vérgyűjtés helyszínére sem engedjük be azokat, akiket bármilyen szempontból kockázatosnak tartunk a koronavírus fertőzést illetően, tehát vagy külföldön járt, vagy tapasztalt magántüneteket, vagy kontaktusba került olyan személlyel, aki később koronavírus pozitív lett. Ezt éppen azért, hogy maga a véradás helyszíne az a lehető legbiztonságosabb legyen. Mindezt azért teszik, hogy a donorok ne fertőződjenek meg, és ők se betegítsenek meg mást. Koronavírus szűrést azonban nem végeznek véradáskor, de erre nincs is szükség a szakember szerint, mivel a koronavírus cseppfertőzéssel terjedő betegség. A vért nem befolyásolja, mert ez a vírus, ez transzfúzióval nem átvihető. Tehát a beteg biztonságban van. A kockázatot az jelenti, hogy ha valaki, a belépő donor, a többi donort, vagy esetleg a személyzetünket fertőzni meg. Éppen ezért tünetes emberek szóba sem jöttek. Jelentősen csökkent a véradók száma a koronavírus járvány miatt országos szinten. A napi 1500 ember helyett 1000-en 1200-an adnak vért, ám a szakember szerint a kórházakban is kevesebb vérre van most szükség, mivel csökkent a beavatkozások száma. Kihangsúlyozta, ennek ellenére az Országos Vérellátó Szolgálat mindent elkövet a betegellátáshoz szükséges vérmennyiség biztosításához. Nem cégekhez települnek ki, hanem minden városban fix véradási helyszíneket alakítanak ki, ahol hosszabb nyitvatartással várják a véradókat. A szekszárdi területi vérellátóhoz például továbbra is be lehet menni vért adni, időpontot is lehet foglalni a szolgálat honlapján. Nagy Sándor kihangsúlyozta, a kijárási korlátozás alól mentesülnek a véradók, vagyis a véradás időpontját tartalmazó e-mail SMS igazolásnak minősül majd. A véradásra nem vonatkozik a korlátozás.
Jelentős anyagi kárt okoz a koronavírus terjedése a borászoknak. A kialakult járványügyi helyzet miatt nincsenek borkóstolók, rendezvények, így csak online értékesítésből élnek a szekszárdi borászok és pincészetek tulajdonosai. Halmozódnak a borok a szekszárdi borászok pincéjében. Nagyon sok borászat számára a 2020-as év gazdaságilag vízválasztó lesz. A hét elején tapasztalható közel 15 fokos lehűléssel járó időjárás változás, illetve a koronavírus és a kialakult járványügyi helyzet következtében számos bevételi forrástól elesnek a szekszárdi borászok. Ilyen például a turizmus vagy a vendéglátás, mondta Mészáros Péter borász. Mint minden ágazat, a borászat is ugye most visszaesésben van. Főleg azok a borászatok, ahol vendéglátás, turizmus is van, ez teljes mértékben visszaesett, de hát sajnos a forgalom, a bor forgalom is visszaesik. Pont a turizmus, illetve a vendéglátás visszaesésével az éttermekbe nem tudnak menni az emberek, nem tudnak borozni. Kiskereskedelembe egyelőre ugye vásárolják még a borokat. A pincészetek vendéglátóegységei bezártak. Az ott dolgozók fizetett szabadságra mentek, mondta Mészáros Péter. A koronavírus a helyi boripart sem kíméli. Több szekszárdi borász csak online felületeken tudja megoldani az értékesítést. Borkóstolóinkat gyakorlatilag lemondtuk és lemondták teljesen jogosan, úgyhogy ezek a rendezvényeink, akár a kadarkatúra, akár a fesztiválok egyelőre még kérdőjel, hogy meg lesz-e tartva. És hát most próbálunk online értékesítéssel próbálkozni, hogy azért a vevőnk egy részét ki tudjuk majd szolgálni valahogyan. A munka viszont nem állt le. A szőlők meccése, kötözése, a benti borlefejtés és palackozás folyamatosan ad munkát a foglalkoztatottaknak. A borászok most összefogva közösen azon dolgoznak, hogy kitaláljanak valamit a veszteségek minimalizálására. Karanténba teszik a beérkező leveleket a bíróságokon 7 napra, így is lassítják az ott dolgozók a koronavírus terjedését. A bíróságok már korábban is hoztak szigorú intézkedéseket a koronavírus miatt. Közel 2 éve mutatták be a távmeghallgatásra kialakított tárgyalótermet a szekszárdi törvényszéken. Most a koronavírus miatt szinte csak ilyen rendszeren keresztül lehet tárgyalásokat tartani, és csak a legindokoltabb esetekben, például ha a bírónak letartóztatásról vagy távoltartásról kell döntenie, ha pedig mégis meg kell egy tárgyalást tartani, akkor nagyon szigorú biztonsági előírások szerint lehet csak. A bíró először kikérdezi az érintetteket, hogy vannak-e tüneteik, és hogy jártak-e külföldön, csak ezután kezdődhet a tárgyalás. Március 16-a óta zárva a bíróságok ajtaja, ügyfelek az előtérnél beljebb nem léphetnek. A bírók viszont dolgoznak, ezért például a polgári peres ügyeknél érvényes határidők továbbra is érvényben vannak, és az ügyfelek beadványait is várják. Továbbra is lehet a bírósághoz fordulni, bármilyen ügyben keresetet lehet benyújtani, illetve bármilyen beadványt be lehet adni. Ennek elsődleges formája az elektronikus ügyintézés. Erről bővebben a bíróság.hu honlapon lehet olvasni, illetve fontos, hogy aki hozzánk fordul elektronikusan, ügyfélkapu, vagy cégkapu, vagy hivatali kapu regisztrációval kell rendelkezzen. Ezt pedig a magyarország.hu honlapon lehet utána nézni, hogy hogyan is lehet ezeket kezdeményezni. A beadványokat lehetőleg online vagy postán, esetleg az épületek előtereiben elhelyezett gyűjtőládákban várják a bírók. A hagyományos levelek esetén viszont kisebb csúszásra kell készülni, mert a beérkezett papírokat először 7 napra levélkaranténba helyezik. Vannak soron kívüli ügyek, például letartóztatás, távoltartás és egyéb soron kívüli ügyek, amelyek nem helyezhetők természetesen 7 napra karanténba. Az ügyfél, ha papír alapon nyújtja be, felhívnám a figyelmet rá, hogy írják le a borítékra jól olvashatóan és tessék fel rajta, hogy soron kívül, illetve milyen ügyben kívánnak beadványt benyújtani, mert ez alapján fogjuk válogatni azt, hogy melyik iratot bontjuk ki, illetve melyiket karanténozzuk. A bíróságokon elrendelt rendkívüli intézkedések a veszélyhelyzet visszavonásáig maradnak érvényben. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Sok a feladat az önkormányzatok előtt, nagy teher a vírus a településeknek. Hatósági és önkéntes karantén, folytatódik a koronavírus elleni védekezés Sásdon. Zárva tartanak a közösségi terek és a polgármesteri hivatal, szigorításokat vezettek be Kárászon. Az emberek, az önkormányzatok egyelőre fegyelmezettek, jól bírják a koronavírus miatti szigorúbb szabályok bevezetését, fogalmazott Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke. A neheze azonban még hátra van, tette hozzá. Az országos rendeletek mellett azonban helyben is számos döntést kell majd meghozniuk a vezetőknek.
A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet óta számos intézkedés került bevezetésre az országban, amely külön feladatokat ró a települési önkormányzatokra is. Jelen pillanatban ugye már az önkormányzatoknak a kimondott feladata ugye 70 év felettieknek az ellátása, ugye ez mindenhol jön és mindenhol lehet hallani. De a másik értelemben azért nagyon sok minden van nálunk. Étkezés, óvoda, bölcsöde, településüzemeltetés, könyvtár, műfház, és még jó pár olyan rész, szociális ellátórészek, amik jelen pillanatban annak vannak alárendelve, hogy ezt a nagyon kemény világjárványt, ami elég érdekes, hogy most már világon mindenhol fellelhető, Afrikától elkezdve, Amerikán keresztül, ugye ez a legveszélyeztetettebb sajnos, azt kell mondjuk, hogy Európa, de ezt valamilyen módon átvészeljük. A legfontosabb a jelen helyzetben az emberek fegyelmezettsége, amellyel Schmidt Jenő szerint nincs baj. A legtöbb településen megértették az emberek, hogy saját és környezetük egészségéért is felelősek most. Ugyanakkor nem lehet tudni, mi lesz egy hét múlva, és az sem, meddig húzódik majd el hazánkban a járvány. Ez pedig további döntéseket hoz majd magával, nem csak kormányzati, hanem települési szinten is. Annyit még javaslatként tudok mondani, hogy ne helyből döntsenek, hanem konzultáljanak a helyi potentáltakkal, tehát orvos, nyárabeteg szakrendelő vezető, különféle gazdasági társak vezetői, mert az fogja majd a következőben az életet is újraindítani, tehát amikor ez lecsenget, tehát ezért olyan lépéseket is kell majd hozni, ami azt is előre vetíti, hogy ha vége van, akkor be kell indítani újra mindent, és ezekkel az emberekkel fogja csak tudni beindítani újra. A TÖOSZ elnöke szerint a települések polgármesterei felkészültek a helyzet kezelésére és a döntések meghozatalára. Többen is hatósági, illetve önkéntes karanténban vannak otthonaikban Sásdon, a baranyai településen, bár nem tudnak igazoltan koronavírussal fertőzöttről, de a megelőzés továbbra is a legfontosabb. Justinger János polgármester kiemelte, folyamatosan fertőtlenítik a közösségi tereket, melyek egyébként zárva tartanak, valamint az idős lakosok ellátásáról is gondoskodnak. A művelődési házhoz hasonlóan minden közösségi tér zárva tart Sásdon. A Baranya megyei településen továbbra is élnek a szigorú rendelkezések a koronavírus járvány miatt. Az intézményeket folyamatosan fertőtlenítik. A polgármester stábunknak elmondta, a megelőző intézkedésekre szükség van, hiszen nem zárható ki a fertőzés jelenléte. A mai napi hivatalos tudomásom pozitív teszttel megerősített koronavírusos betegről nincsen. Többen vannak karanténban, hatósági karanténban és önkéntes karanténban is. Ezúton is szeretném kérni őket, hogy tartsák a karanténra vonatkozó szabályokat, sőt ezen túlmenően különösen kérem a hozzátartozókat. Justinger János kiemelte, az idősek ellátása folyamatos, több mint 130 szépkorú lakosról gondoskodnak önkéntesek, valamint a szociális szolgálat munkatársai. Bevásárlásban, ügyintézésben és gyógyszerkiváltásban nyújtanak segítséget, emellett napi egyszer melegételt is biztosítanak. Hozzájárulva a védekezéshez, bezárása előtt a helyi varroda is tett felajánlást. 1500 szájmaszkot biztosítottak a sásdiak számára, az önkormányzat osztotta ezt ki egy tájékoztató kíséretében, minden háztartásban postai úton eljuttattuk ezeket a szájmaszkokat, de önkéntesek is varnak számunkra maszkokat, ezek folyamatosan készülnek, szerintem nagyjából körülbelül most már ilyen 1800 darab maszk az, ami összesen készült. Ezeket a napokban kiosztják a lakosság számára. A polgármester kiemelte, továbbra is megtesznek minden olyan intézkedést, ami lassíthatja a járvány terjedését. A városvezető arra kéri a lakosságot, maradjanak otthon és tartsák be a karantén szabályait. A koronavírus járvány miatt Kárászon is életbe léptek a fertőzés lassítását szolgáló intézkedések. A baranyai településen zárva tartanak a közösségi terek és a polgármesteri hivatal is. Az önkormányzat elindított egy programot, ami a 60 év feletti lakosoknak nyújt segítséget. Az önkéntesek elvégzik a bevásárlást és a gyógyszerek kiváltását. Emellett fertőtlenítőszereket juttatnak el minden háztartásba, hamarosan pedig szájmaszkokat is biztosítanak mindenki számára.
A kormány által kiadott rendeletekhez alkalmazkodva kárászon és szigorítások léptek életbe a koronavírus járvány miatt. A baranyai településen zárva tart a polgármesteri hivatal, a posta, a közösségi ház és a könyvtár is. A személyes ügyfélfogadás is szünetel. Az önkormányzat elindított egy programot, mely a 60 év felettieknek nyújt segítséget. A kolléganő reggel 7 és 8 között veszi fel a rendeléseket, és a falugondnok, illetve a faluház dolgozója kiviszik a különböző vásárolt élelmiszereket a 60 év felettieknek igény szerint. Aztán az alpolgármester felajánlásából fertőtlenítő szert osztottunk a háztartásokba. Mindenki, aki kért, megkapta, kivittük házhoz ezt is. Minimálisra próbáljuk csökkenteni a személyes kontaktusokat. A településen egyébként több mint 70 idős lakos él, közülük már többen is igénybe vették az önkormányzat által biztosított szolgáltatást. A bevásárlás mellett a gyógyszerek kiváltását is elvégzik a programban dolgozók, valamint meleg ételt is szállítanak az időseknek. A polgármester kiemelte, a rendelkezéseknek megfelelően a közeljövőre tervezett rendezvényeket is lemondták. Az intézkedések határozatlan ideig visszavonásig érvényesek. Végül mutatjuk újra Tolna megye legfontosabb híreit röviden. Hétértékelő, kijárási korlátozások, egészségügyi fejlesztések, csomag a rászorulóknak Szekszárdon. Segítenek az időseknek, közel 30 önkéntes dolgozik már a Tolnai megye székhelyen. Védekezés, Bátaszéken fertőtlenítik a legforgalmasabb területeket. Házi karanténból adott interjút, jól viseli a kötelező bezártságot egy szekszárdi férfi. Szombaton napsütéses, gyorsan melegedő, kellemes hőmérsékletű tavaszi idő lesz. Délután gomoly felhősödés zavarhatja a napsütést, késő délután este elvétve kialakulhat egy-egy futó zápor is. Vasárnap már egy hideg front éri el újból térségünket, hatására délutántól feltámad, megerősödik a szél és hűlni kezd a levegő. Éjjel viharos szél, borongósabb idő, gyenge, de tartósabb eső érkezhet. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!